Na, sziasztok! Egy érdekes sztorit találtam, mondom, ezt megosztom veletek, úgyhogy lássuk. Elfogott egy óriási méhet. Nem is sejtette, mekkorát hibázott. Horror filmbe illő képek. A képeket majd bevágom ide a videóba. Na. Hát amikor én is elolvastam, néztem egyet, mondom, úristen. És tényleg előfordul, bárkivel előfordul, de nagyon vigyázni kell, hogy azt az egyet ne. Na figyelj, nem akarta megölni a méhet, ezért egy műanyag doboz alá tette. Nagyon nagy hiba volt pont ezt a méhet elfogni, mert ami ezután történt, egészen elképesztő. Na nézzük a sztorit. Hát nagyon durva, amúgy már nekem messziről nagyon durva volt, nem egy közeli kép, hát van közeli kép is, majd be fogom vágni. Történetünk főhőse egy fiatal lány, nem igazán volt kibékülve a szúrócsóvarokkal, ezért amikor betévedt egy hatalmas méh a lakásba, ráborított egy műanyag dobozt. Gondolta, majd ha a barátja hazajön, ő megfogja és eltávolítja a fullánkos jószágot. Eddig oké. Nem sokkal később azonban hihetetlen dolog történt. És most jön a kemény. Méhek kezdtek szállingózni a ház köré. Egyre több és több, a lány nagyon bepánikolt. Rögtön bezárt minden ajtót, ablakot, hogy megállítsa az inváziót. Ez jó ötletnek tűnt, ötletnek bizonyult, hiszen egy-két óra elteltével méhek százai rajzottak a ház környékére. Baszd meg azért. Ez kegyetlen. És most jön a poén. A lány bal szerencséjére pont a méh király nőtt az általában a műanyag tárca alá, és az általa kibocsájtott feromonoknak köszönhetően megrohamozta a házat, a királynőt bármi áron kimenteni kívánó méh raj. Egyre csak jöttek, mint egy horrorfilmben. A sztorinak szerencsére happy enddel élt véget, egy közeli méhész kimenekítette a méh királynőt, és ezzel az egész méh rajt sikerült előzni a környékről. Öcsém. Az én véleményem igazából annyi, hogy valószínűleg lehet a csaj helyébe, igaz, hogy a királynő, de szerintem ugyanazt tettem volna, mint a csaj. Mert végül is, ha józan észre gondolkodsz, akkor most ott egy darázs, mit csinálsz vele? Akkor bele sem gondolok, ha leütötte volna. Hú. Hát igen, mert bezárt, azt gondolom hívta segítséget a királynő, azok meg mentek utána, hát most. Na mindegy, de... A csaj helyébe szerintem ugyanazt tettem volna. Hát jön egy kis darázs, vagy mit tudom én, most mit csinálsz vele, hát bezárod egy dobozba, vagy leütöd, vagy kihajítod. Mert ugye megcsíp. Jó, megcsíp, meghal. De nem akarom, hogy én is megdögöljek, bazd meg, hát azért meg élni akarok. Érted? Szóval... De szerintem ugyanazt tettem volna, tehát én is lezártam volna a kis rohadékot. Na viszont... Hát igen, az volt a mákja, hogy volt egy csávó, és akkor az kiszabadította, most elüldözte a méheket. Azt kimenekültek, de hát... Most kimenekült a csaj. Hát ezért durva, hallod? Nem lettem volna a csaj helyébe, azt tuti. Na, úgyhogy ennyit akartam nektek mondani igazából.
csak megtaláltam ezt a sztorit, mondom, megosztom veletek. Ha tudtok ilyen hasonló sztorikat, akkor küldjétek el nekem e-mailben. Ha e-mailt írtok, akkor viszont a tárgyba írjátok már bele, hogy sztori, vagy történet. Írjátok oda, hogy történet. Tehát, hogy van az e-mail, van az üzenet, és akkor tárgyba írjátok már oda, légy szíves, hogy történet, és akkor tudni fogom. Úgyhogy ennyi, na. Ezt írjátok oda, megmondom, ha van ilyen hasonló sztoritok, akkor küldjétek el nekem e-mailbe, e-mail címemet és a többi elérhetőségeimet is megtaláljátok a videó alatt a leírásban. Iratkozzatok fel, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, találkozunk a következő videóban. További szép napot kihányok, vagy nem tudom mikor nézitek a videót, úgyhogy várom a sztorikat, hogyha találtok, meg én is majd csinálok még ilyen videókat, és akkor majd mutatok még nektek ilyen sztorikat. Na, hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!